Jó napot kívánok mindenkinek, aki megjelent. Köszönjük szépen, hogy időben csatlakoztak a mai webinárunkhoz. Még egy percet várnánk, 10 óra 2-kor kezdenénk az előadást, hogy mindenki ide érjen biztosan. Köszönöm addig is a türelmet. Akkor tehát ismét sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Magyar Kerékpáros Klub Ringáz a munkába idei előadás sorozatának negyedik állomásán, amelyre kecskeméti cégek képviselőit hívtuk meg. Én Árva János vagyok, a Magyar Kerékpáros Klub tagja és előadója, a mai webinárnak a vezetője. Velem van Halász Áron, a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettese is, és Barna Imre, a kecskeméti területi szervezetünk vezetője, és további vendégeink is vannak, akik majd az előadás során megszólalnak. A többieknek egy kicsi technikai információ, egyrészt már hallhatták, hogy a mai előadást is rögzítjük, tehát hogyha valakit zavar az, hogy kamerával jelenjen meg, esetleg az kapcsolja ki, illetve alapesetben mindenki le van némítva. Az előadásról annyit kell tudni, hogy azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen előnyökkel jár, hogyha többen járnak kerékpárral munkába, nem csak a munkavállalók, hanem a munkáltatók számára is, és milyen helyi lehetőségek vannak a kerékpározás népszerűsítésére. Konkrét tanácsokkal is szeretnénk járni, és emiatt bemutatni helyi jó gyakorlatokat is. És a workshop végén lesz arra lehetőség, hogy kérdésekkel bombázzanak akár minket, vagy a többi résztvevőt is, de még ezt a fejezetet megelőzendő lesznek a helyi kecskeméti cégek képviselőiből néhány, aki a saját tapasztalatát fogja velünk megosztani. Tehát arra kérnék mindenkit, hogy legyen aktív, a kérdéseit menet közben is a chat ablakban felteheti, ezekre igyekszünk az előadás végén természetesen válaszolni. Kezdjünk is bele, én azt mondom, remélem, hogy jól hallanak és jól látnak engem. A kerékpározásról, hogy ez egy jó dolog, azt gondolom, hogy ezt mindenki tudja, főleg a jelenlevők, akiket érdekel, vagy valamilyen szinten részt vesznek a kerékpározásban saját maguk is. De vajon mit jelent pontosan az, és miért jó a kerékpározás? Bemelegítésként arra kérnék mindenkit, hogy a chat ablakban, tehát a Zoom-nak a chat ablakában a kolléganőm már betett egy linket, és próbáljuk meg megnyitni ezt a linket, és arra kérnék mindenkit, hogy válaszolja meg, hogy miért jó kerékpározni. Írják be szabad asszociációs játék, és várom a válaszokat. Most már meg is jelent az első, amit látnak a
A képernyőn, hogyha valaki beírta a válaszait, akkor nyugodtan lépjen vissza. Ne feltétlenül csukja be ezt a chat ablakot, mert szükség lesz majd később rá, ezt a Mentimeter linket. De lépjen vissza majd az előadásba, hogy lássa is, hogy a többiek mit írtak. Várok egy pár percet, hogy mindenki átgondolhassa és beírhassa a megfelelő választ, mint a számára tetsző választ. Gyűlnek szépen a válaszok. Elég sokszínű, szó szerint is a dolog. Környezetbarát, egészség, szabadság. No, még egy picit várok, egy pár másodpercet. Következőkben nagyjából ezek a kulcs fogalmak mentén igyekszünk bemutatni, hogy a kerékpározás miért is jó az egyén számára, a környezetünk számára, illetve adott esetben a cégek számára is. De még mielőtt ebbe jobban elmélyednénk, arra kérném Halász Áront, hogy mutassa be, közben visszalépek én is a prezentációra, mutassa be nekünk, hogy jelen pillanatban hol is tart a kerékpározás Magyarországon. Áron, tiéd a szó. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm a lehetőséget, és itt lehetek. Jó látni, hogy ennyi embert érdekel a kerékpározás fejlesztése. Mi a Magyar Kerékpáros Klubnál azért dolgozunk, hogy minél többen és minél jobb körülmények között tudjanak kerékpárral közlekedni, és ebben szakmai partnerséget tudunk adni, nem csak városoknak, hanem vállalkozásoknak is. Vannak adataink arról, hogy hogyan áll a kerékpározás Magyarországon, bár kevés adat van, de az látszik az előző szlájdra, hogyha ugranánk. Megköszönöm. Köszönöm szépen. Nem sok adat van Magyarországon a kerékpározásról, de azért vannak. A Mediánnak készítettünk az Aktív Magyarország Kormánybiztonság támogatásai reprezentatív kutatást 2018-ban és 2020-ban is, és ebből például nagyon sok érdekes dolog derült ki. Az egyik például az, hogy a magyar felnőttek 60%-a elsősorban nem autóval közlekedik a mindennapokban, pedig amikor beszélgetünk egymással, azt szoktuk gondolni, és úgy szoktunk róla beszélni, mintha ez így lenne. Miért lehet ez így? Talán azért, mert sok helyet foglal, nagy zajt keltenek az autók, és jóval feltűnőbb, mint mondjuk a kerékpározás, amit a magyar lakosság 16%-a napi rendszerességgel használ. Érdekes, hogy ezzel egyébként Európa harmadik legkerékpárosabb országa vagyunk, és ebben nagyon sokat segít nekünk az, hogy az Alföldön milyen sokan kerékpároznak. Nagyon nagy lehetőségek vannak még abban, hogy tovább nőjön a kerékpáros forgalom, a kerékpáros közlekedés, illetve persze nyilván a szabadidő eltöltése is. A lakosság 75%-a számára Magyarországon az elérhető, hogy kerékpárra üljön. Maga a tárgy, a lakosság a felnőttek 63%-ának rendelkezésére áll, saját tulajdonában van kerékpár, és további 12%-nak pedig elérhető, kölcsön tud kérni, föl tud hozni a telekről, esetleg egy közbinga rendszer van, hogyha nagyobb városban lakik a közelében, és az is látható egyébként, hogy az évek során javult a kerékpárok értéke, vagy nőtt a kerékpárok értéke, ami szintén egy érdekes változás lehet. És itt az utóbbi másfél év, ugye miről szólt, a koronavírusról szólt, és főleg a nagyobb városokban ez nagyon sok változást hozott a közlekedésben, de az idő eltöltésében is nyilvánvalóan. Több időt voltunk otthon, több időt töltöttünk szabad tereken, kevesebb időt a munkahelyünkön, de remélhetőleg azért ugyanannyit dolgoztunk is. Kevesebben választották a közösségi közlekedést, ami nem egy nagyon jó trend, főleg környezeti szempontból. Kevesebb időt töltöttünk a vendéglátóhelyeken, és a nagyvárosokban csökkent is az autóforgalom. Azóta ez a trend egy kicsit megváltozni látszik, de ugyanúgy növekedett a kerékpáros forgalom is, ami valószínűleg azt jelenthette, hogy ugye az embereknek egyrészt egy szabadidő eltöltési lehetőséget jelentett a kerékpár, de nagyon-nagyon sok embernek
a munkahelyére való eljutást, a boltba való eljutást, az ügyintézéshez való eszközt jelentette a kerékpár, hogy másoktól távolságot tartva, az egészségére odafigyelve, viszont például a parkolóhely kereséssel, a forgalmi dugókkal nem foglalkozva tudott eljutni A-ból B-be. És ez azt is jelentette, hogy elfogytak a biciklik a kerékpárboltokból, nagyon sok ilyen ellátási gondokkal küzdenek. Hogy néz ki Magyarországon a kerékpározás? Főleg ugye az alföldi régiót nézzük most, ahol 35%-a a felnőtt lakosságnak használja a napi rendszerességgel elsősorban a kerékpárját. Az észak-alföldi régió is egyébként nagyon erős, és még a kisalföld az, ami fölhúzza Magyarországot erre a nemzetközileg is erős szintre. A kérdés itt az lesz egyébként, hogy mennyire lehet megtartani ezt a fajta erős kerékpáros kultúrát, főleg a vidéki alföldi régiókban. Napi kerékpáros adataink sajnos nincsenek, Bács-Kiskun megyében is a Magyar Közút publikált olyan főleg turisztikai kerékpárúton végzett méréseket, amik viszont ugyanúgy növekedést mutattak. Az egész országban lehetett látni ezt a fajta növekedést, és főleg ugye a legnépszerűbb nyaralóhelyeken mértek kiemelkedő kerékpáros forgalom növekedést. Mik lehetnek ennek az okai? Már beszéltünk ugye a koronavírusról, beszéltünk a távolságtartás igényéről. Talán itt a vírus mellett az egészségtudatosságra is valamilyen hangsúlyt tettek az emberek, lehet, hogy jobban odafigyelnek arra, hogy fejlesztjék, erősítsék az immunrendszerüket, ehhez a napi testmozgás az tökéletes, amit a kerékpározás nyújtani tud, egy minimumot mindenképpen biztosít. A szabadidős lehetőség szűkülése, és amit már néztünk, hogy mennyi kerékpár van a magyar háztartásban, eléggé elérhető, tehát nem kell nagyon sokat tenni azért, hogy biciklire tudjunk ülni. És már azokban a városokban, ahol új kerékpársávokat adtak át, új kerékpárutakat építettek, nem csak Budapesten, Szegeden is, vidéki településeken, településeket összekötő szakaszokon, vagy ahol forgalomcsillapító intézkedésekkel segítették azt, hogy könnyebb legyen kerékpározni, mérhetően nőtt a kerékpáros forgalom. A kerékpározásnak van egy ilyen a közlekedési zavarok elkerülését segítő lehetőséget is ad. Budapesten látható volt például, hogy amikor a metróvonalakat, a hév vasútvonalakat lezárták és felújították, akkor egyből azokon az útvonalakon megnőtt a kerékpáros forgalom, és talán reméljük, hogy a kampányok is segítettek ebben. És ilyenkor ugye mi történik? Mi például a kerékpáros klub részéről át kellett tervezzük a kampányainkat, lehet mondjuk az eseményeinket, ugyanakkor soha nem láttunk akkora érdeklődést a média irányával a kerékpározás felé, mint a vírus óta, azóta, hogy egyre többen beszélnek a kerékpározásról. És ilyenkor ez bekerül a popkultúrába, rádiók foglalkoznak vele, sztárok mutatkoznak biciklikkel, itt például az egyikük egy autót reklámoz kerékpárral, ami szerintem már tényleg egy igazán újszerű és kicsit humoros kategória is, és látható az is, hogy mekkora igény van a biciklikre, a keresőkben, a használt piacon is nagyon megnőtt az igény, és az is, hogy elindult egy elektromos kerékpárvásárlási támogatás, a kerékpáros klub is a kereskedelmi szakmai szervezetek kezdeményezésére szintén megdobhatta azt az érdeklődést, egy új célcsoportban, akik eddig még talán nem kerékpároztak. De sajnos vannak akadályai a kerékpárra váltás előtt, ha ezek nem lennének, akkor már még sokkal többen ülnének biciklire. Főleg a legnagyobb akadályt az infrastruktúra hiánya, vagy legalábbis a szubjektív biztonságérzet hiánya jelenti. Az emberek nem tartják vonzónak az utakat, amiken kerékpározniuk kell, vagy szabad, vagy lehetne, illetve a közlekedési moráltól is tartanak, főleg ugye az autóvezetőktől tartanak, attól, hogy mondjuk kis oldaltávolsággal előzik meg őket, nem figyelnek rájuk, nem adjanak elsőséget, ezek ugye a fő baleseti okok. Ezen kívül az infrastruktúrának van egy másik része, a parkolás, ahol a kerékpár tárolók hiánya veti vissza rendkívül a kerékpározási lehetőségeket, tehát hogyha több helyen lennének kerékpáros barát utak és jól használható kerékpártárolók, akkor lehetne a legjobban elérni azt a, vagy leküzdeni azokat az akadályokat, amik a kerékpározás előtt állnak a felméréseink szerint.
És ott a nyitottság az megvan egyébként erre. Tehát az emberek szívesen kerékpároznának, hogyha javulnának a feltételei. A kutatásból most nem fogom megmutatni, de rákérdeztünk, hogy támogatnák-e az állam és az önkormányzatok több pénzt költenének a kerékpározásra. 5-ös skálán ez egy 4-est kapott, ami szerintem egy nagyon jó eredmény. És látható az, hogy különféle társadalmi csoportok, férfiak, nők, politikai különbségek, lakóhely szerinti különbségek sem nagyon számítanak akkor, amikor arról van szó, hogy szívesen kerékpároznának-e az emberek. A kerékpározás elutasítottsága Budapesten a legnagyobb, de ott sem érje el a 30%-ot, ami szerintem egy nagyon-nagyon nagy lehetőség. Megyeszékhelyeken 34% az, aki nagyon valószínű, hogy kerékpárra ülne a felnőttek közül, hogyha javulnának a körülményei, és további 47-46% van azok közül, akik elképzelhetőnek tartják, jelenleg nem valószínű, lehet, hogyha majd a gyerekek egyedül fognak iskolába járni, majd akkor indul el, vagy hogyha a munkahelye közelebb lesz a lakóhelyéhez, akkor fog kerékpározni, de szintén nyitott rá. Tehát a megyeszékeken kizárólag 20% van azok között, aki azt mondja, hogy biztosan nem kerékpározna. Nekem van egy olyan tippem, hogy még közülük is vannak meggyőzhetők. Én ennyit szerettem volna mondani, átadnám a szót akkor a következő előadásnak. Barna Imre, a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti Területi Szervezetének vezetője, fog arról beszélni, hogy hogyan bringázik Kecskemét. Köszönöm a szót, és üdvözlök mindenkit. Örülök, hogy ennyien összegyűltünk itt ezen a kis webináriumon. És egy apró kis keresztmetszetet szeretnék adni Kecskemét kerékpáros közlekedéséről, ahogy mi látjuk mi innen a kerékpáros klubból. Igazából Kecskemét nem most kezdett el bringázni, hanem Alföldi város lévén hagyományosan erős a kerékpáros közlekedés népszerűsége. Sokat mondó szám, és a kép tulajdonképpen ezt az eseményt láttatja. Egy ilyen sajátos felmérés, a bringás az uzsonna, bringás uzsonna eseményt láthatjuk a képen. Igazából ez a bringázó munkába a jelenleg futó Ingább Bringáz kampánynak az eredőjének a része szokott lenni, minden tavasszal és ősszel szoktuk megrendezni, és igazából a sok dolog mellett, amit elmondhatnék róla, amit most ki szeretnék emelni, hogy egy sajátos fölmérés is jelent ez tulajdonképpen, hogy mennyien bringázunk Kecskeméten. Szóval főtéren szoktuk ugye megrendezni általában, uzsonnáztatni szoktunk, tehát inkább a délutánokra szoktunk rámozdulni, és 600 adag kerékpáros uzsonnát szoktunk kiosztani egy alig szűk két órás keresztmetszet alatt, 4 órától este 6 óráig. Ami azt jelenti, hogy ugye mindenkinek a kezében nem is tudunk oda nyomni egy ilyen kis szeretett csomagot, hogy nagyjából egy 2-3 óra hossza alatt 1000-1200 kerékpáros biztosan áthalad Kecskemét főterén, ami egy elképesztő szám, hogyha belegondolunk. Tehát ennek a kampánynak ugye igazából az a nagy kérdése, hogy kerékpáros város-e Kecskemét, hát igazából itt már az elején megválaszolhatjuk, igen, bizony kerékpáros város vagyunk. Lendüljünk túl az elején a nehéz részen, ezen a bizonyos infrastruktúrális nehézségen, ezekről is beszélnünk kell, mert igen, kínlódunk ezzel a helyzettel. Itt a képen egy újonnan megvalósult fejlesztést láthatunk, ezekkel is akadnak gondok, meg az elhanyagoltsággal is akadnak gondok. Itt ugye tulajdonképpen a problémát az okozza, hogy a kijelölt kerékpáros útvonalat, egy kerékpár utat, egy ilyen kis átjáron hoztuk át, vagy hozta át a város, és közvetlenül, hogy az átjáróba kibukkanunk, rögtön a gyalogosok közé keveredünk, tehát ott a sárga pontok azok egy járdán vezetnek át tulajdonképpen. Kiraktak ugyan egy elsőbségadás kötelező táblát, meg korlátokat, de ugye mindannyian érezzük, hogy ez nem egy szerencsés megoldás, és egyébként azok a tapasztalataink is, hogy a kerékpárosok nem is nagyon használják, tehát inkább kikerülik, a régen meglévő nyomvonalat használják nagyon sokan. De hát azt látni kell egyébként, hogy fejlesztés egy komplex folyamat, tehát egyszerre kell az egyéni autóhasználatot valahogy visszafogni, illetve a közösségi közlekedés és kerékpáros gyalogos közlekedés feltételein javítani, ami azért nem könnyű feladat a városunkban, mert ugye a város szerkezetileg nagyon komoly kihívásokkal küzdünk. Egyrészt hiányos a közúthálózatunk, befejezetlen, a pótolagos beavatkozásunk napjainkban is zajlanak,
másrészt pedig komplett városrészi összeköttetések, főhálózati kialakítások hiányoznak. És hát ugye a belváros, ahol egyébként ez a kép is készült, meg egy külön anomália, olyan szinten vették birtokukba az autók, hogy már én nem is nagyon szoktam, vagy nem is nagyon merem hagyományos értelmet belvárosnak nevezni, pedig el kell mondani, és tényleg erre nagyon büszkék lehetünk, meg minél többször kellene hangoztatnunk, hogy 1976-ban az első magyar nagyváros volt, amelyik a főterét az autóforgalomtól elzártá tette, és a gyalogos és kerékpáros övezetté alakította. Nagyjából ezt a szellemiséget kellene most valahogy visszacsempésztünk magunkba, és megpróbálni egyébként ez a belváros, ha valóban egy nagyon-nagyon nehéz feladat, de kezdeni van, hogy az élhetőségét biztosítani tudjuk. Ami még probléma egyébként a város egészét tekintve, hogy nagyon sok külön vezetett kvázi kerékpárúttal rendelkezünk ugyan, de ezeknek nagy része, a 60-70% valójában gyalog és kerékpárút, tehát a két közlekedési mód, azokat együtt vezetik el, és hát ez konfliktusos természetesen. Na de ennyit a problémákról, és akkor lendüljünk át az örömteli részre, mert hogy vannak azért pozitív változások. A képen kerékpártámaszokat láthatunk, méghozzá jó kerékpártámaszokat, ezek az úgynevezett P-támaszok. A várossal pár évvel ezelőtt sikerült, és ez nekünk egy ilyen külön szívügyünk és nagy örömünk, hogy a várossal sikerült elfogadtatnunk, hogy ő saját maga már csak ilyen jó és használható támaszokat telepít, és hát bizony a belvárosban azért kikerültek sok-sok helyre, és mi ezeket nagyon-nagyon támogatjuk, és nagyon-nagyon örülünk neki. És ugyancsak a kerékpártámaszokkal kapcsolatban kell megemlítenem, hogy nem csak a város telepít ugye kerékpártámaszokat, hanem különféle üzleteknek is lehetősége van erre. Korábban egy nagyon bonyolult adminisztrációs folyamattal lehetett ezeket az engedélyeztetéseket elvégezni, ezeket megkönnyítette a város, tehát most már nagyon egyszerűen lehet egyébként közterület foglalási engedélyt kérni, amikor valaki kerékpártámaszt szeretne telepíteni. Pozitív még, ugye, hogy az utóbbi egy-két évben kerékpárút felújítások is történtek, és hadd emeljem ki szintén dicséretként, hogy a korábban hiányzó átvezetéseket igyekeznek ilyenkor pótolni. És hát egy nagyon sokszor hangoztatott kifogást is szeretnék eloszlatni. Sokszor szokták emlegetni, hogy hát mérjük fel a kerékpáros forgalmat, és odarakjunk infrastruktúrát, ahol már eleve nagy a kerékpáros forgalom. Ez nem igaz, vagy nem csak ez igaz pontosabban, mert hogy ha valahova odarakjuk a kerékpáros infrastruktúrát, ha odarakjuk a kerékpárutat, kerékpársávot, az felfedezik az emberek is elkezdik használni. És két kecskeméti példát hadd említsük a közelmúltból, a közel- és középmúltból. Sajnos képet a hétvégi elfoglaltságai miatt nem tudtam készíteni. A nagykörösi kerékpárút, az ugye Kecskemét csak Kishányadba vállalta ugyan, de a nagykörösi kerékpárút nagyjából 10 évvel ezelőtt épült meg, és nagykörös katonatelep között, hogyha hétvégén délután valaki kimegy, akkor ott rengeteg szabadidős kerékpárost lát, akik bicikliznek, görkorcsolyáznak, futnak, rollereznek, használják, és hasznosan töltik el a szabadidejüket. És ugyanezt tapasztalható itt a Ladánybeni útnak a kivezető szakaszán, és 3-4 km a település határig. Szintén egy ilyen, itt még hétköznap este is nagy a forgalom, az emberek kijönnek és mozognak, jót tesznek az egészségüknek. És természetesen egyébként nem csak itt jelentkezik, nem csak a szabadidő eltöltés, hanem a hivatásforgalomban is, tehát sokkal könnyebben ülnek föl reggel munkába menet is a kerékpályukra, hogyha ott van nekik a kerékpárút. Meglátják és használni kezdik. Nagyon fontos dolog. És akkor még egy dologról szeretnék itt beszélni a témakörben, hogy, de majd ezt úgyis a János jobban kifejti, hogy én 3+1
érvet szoktam emlegetni a kerékpáros közlekedés mellett, meg egyáltalán azok előtt, vagy azok mellett, a változások mellett kardoskodva, amik itt nem csak Kecskemétre, hanem szerte az egész világra válnak, hogy egyrészt élhetőség, másrészt egészség, harmadrészt környezetvédelem, és a plusz egy, hogy a bringa a legolcsóbb közlekedési eszköz. És mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy ennek a változásnak mindenki a nyertese lehet. Egy autó parkolónak a helyét, hogyha kerékpáros parkolóvá alakítjuk, hát támaszokat rakunk le, egy autó helyett 10 kerékpár tudunk ott tárolni. Vagy ha a városunkban élünk a forgalomcsillapítás eszközeivel, nagyobb helyünk lesz, csökken a forgalom, és megnyílik egy cukrászda, terasz létesít, nagyon kellemes környezetet hozunk létre, annak mindenki igazából az előnyeit tudja élvezni. Úgyhogy bele kell ebbe a dologba vágni, vagy már valamennyire belevágtunk, de sokkal komolyabban kell venni, hogy a városainkat valahogy át tudjuk formálni. És akkor még igazából egy dologról beszélnék így zárásként, hogy amellett, hogy próbálunk itt a kerékpáros közlekedés feltételeinek a javításán dolgozni, igyekszünk a kerékpározás teljes spektrumát, vagy a lehető legnagyobb spektrumát lefedni a tevékenységünkkel. Hagyományos túrákat szervezünk rendszeresen, ezeket túrasorozatba szervezve a végén még nyereményeket is sorsolunk a rendszeres túrázóink között. Hát ha van egy nagy kerékpáros eseményünk mindig, a már keményebb kihívásokat kedvelők számára, a szép kihívásunk, amelyik egy teljesítmény túra, 200 kilométeres kört rajzunk itt a város körül, és legközelebb egyébként majd éppen augusztus 28-án, ez általában ugye májusi esemény szokott lenni, csak hát ugye a Covid miatt változott a dátum idén. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen a figyelmet, továbbadnám a szót, ha jól tudom, Árva Jánosnak. Igen, köszönöm szépen Imrének és Áronnak, hogy bemutatták jelen pillanatban, hogy áll a kerékpározás Magyarországon, illetve Kecskeméten, és már említettük, illetve a résztvevők is beírogattak dolgokat, hogy a miért jó kerékpározás témakörében. Lássuk most egy picit részletesebben, hogy a társadalom számára, a környezetünk számára miért is jó a kerékpározás. Azt gondolom, hogy azt nagyon sokan tudják, hogy kevés károsanyag kibocsátással jár kerékpárral közlekedni, de hogy mennyi is az annyi, azt talán kevesen ismerik. Úgyhogy próbáltam ezen a szlájdon számszerűsíteni, hogyha megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy egy személyautónak a 1/10 bocsátja ki egy kerékpár kilométerenként, utas kilométerenként széndioxidra vetítve a károsanyag kibocsátást. Ugye a kerékpáros maga is fogyaszt élelmiszereket, ezeknek vannak hozzáadott károsanyag kibocsátása a gyártás során, tehát ezért nem 0 gramról beszélünk, de 21 gram azért az elég jó egy átlag személyautóhoz, de talán még a tömegközlekedéshez képest is. És hogy ez konkrétan mit jelent számunkra, akik ezt az előadást hallgatják, ezt tovább lehet számszerűsíteni. Egyrészt azt, hogy mennyi mindent tudunk megspórolni kerékpárral, az talán a Bringáza munkába kampány eddigi sok-sok éven keresztül összegyűjtött kilométerei, illetve üzemanyag spórolásai mutatják. Itt korábbi plakátokon látható néhány számadat, több mint 10 millió kilométer tekertek le ebben a kampányban résztvevő kerékpárosok, és bőven 1 millió tonna feletti széndioxidot spóroltak az országnak. 1 millió tonnát, hogyha megpróbálunk érezni, hogy ez igazából mit is jelent, ezt talán úgy lehet a legjobban megfogni, hogyha megnézzük, hogy ha mennyi embert érint a levegő szennyezése Magyarországon, illetve világszerte. És sajnos ebben Magyarország elég rossz helyen áll az Európai Unión belül. Egyfőre vetítve a légszennyezettségben elhunytak, illetve az ebben megbetegedettek, és emiatt például a kórházi vagy más ápolást kívánó emberek összesen fejenként 600 ezer forinttal károsítanak meg minden egyes webinár résztvevőt. Ez egy tavaly előtti
Európai Uniós felmérés számszerűsítette, sőt igazából tavalyi, bocsánat, tehát körülbelül 1600 euróba fáj ez nekünk. El lehet képzelni ezt az adag kötek pénzt, és így kihajintani az ablakon magunk mellett. Ez csak a légszennyezettségnek az ára Magyarországon. Úgyhogy még egy picit itt hagyom ezt a szlájdot, és ízlelgessük, hogy mennyivel jobb a környezetünk szempontjából kerékpárra járni. És már említette Imre is, hogy egy autó helyére 10 kerékpárt lehet lekötni biztonságosan, minimálisan, és a kerékpárra rendelkezés szlájdját áron bemutatva, hogyha hozzáteszik azt, hogy ez mekkora társadalmi mobilitást jelent és egyenlőséget, hiszen a kerékpárhoz nagyjából mindenki hozzá tud férni, akkor azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitív egy ország, vagy akár egy gazdaság számára is. Ennyit talán viszont a társadalmi előnyökről, ezt nagyon hosszan sorolhatnánk és számszerűsíthetnénk, de idő hiányában inkább térjünk át arra, hogy az egyén szempontjával az, aki kerékpározik, vajon mit is jelent. Azt is nagyon sokan tudják és írták is korábban, hogy egészséges kerékpározni. Próbáljuk meg ezt megnézni, hogy számokban ez mit jelent. Az eddigi legeslegátfogóbb kutatást Angliában végezték, ez egy 5 éves kutatás volt, 2017-ben fejezték be, és majdnem 250 000 embert követtek 5 éven keresztül, és azt vizsgálták, hogy közöttük a különböző betegségek milyen gyakorisággal fordulnak elő, és hogy a dián is látható, azok, akik kerékpárral járnak, mert ebben a kutatásban megnézték, hogy ki az, aki autóval, tömegközlekedéssel, gyalogosan vagy kerékpárral jár, azok közül, akik kerékpárral járnak, bizony körülbelül 50%-kal kisebb az esélye a szív- és érrendszeri betegségek előfordulásának, illetve az ebben való elhalálozásnak is. Illetve hasonló arányokat találtak meg a daganatos betegségeknél is, és aki figyeli a híreket, az tudja nagyon jó, hogy sajnos Magyarországon ez a két, illetve ez a három betegség, tehát a szív- és érrendszer és a daganatos betegségek a vezető halálokok az országunkban, úgyhogy ezzel is tudnánk most már segíteni talán a magyar egészségügyet és gazdaságot egy ilyen covidos időszakban is, hogyha többen kerékpároznánk, kevesebbet lennénk betegek. Azt is mindenki nagyon jól tudja, hogy fogyaszt minket a kerékpározás, ugye fittebbek leszünk. Ehhez arra kérnék mindenkit, egy pici technikai átállást követően, hogy remélhetőleg mindjárt megjelenik ez a kérdés. A chatben található ablakon, hogyha visszamennek és megnyitják ugyanúgy, akkor arra a kérdésre szeretném, hogy bejelentkeznének, amit az előbb a szlájdon láttak, vagyis, hogy tippeljék meg, hogy hány kilót fognak átlagosan azok, akik a munkába kerékpárral kezdenek el járni, és ez egy év alatt körülbelül mennyit tudunk fogyni. Hogyha a cseten megnyitják ezt az ablakot, akkor elvileg egy olyan képet látnak, ahol lehet szépen tippelgetni nem sokára. Tehát hány kilót fognak átlagosan a munkába járók az első évük alatt? 1, 3, 5 vagy 7 kilogrammról van ez szó. Aki tippelt, az szintén jöjjön vissza az előadás ablakába, mert hogy remélhetőleg mindjárt megjelennek a számadatok. Így van, sokan tippeltek, és most megpróbálom ezt megmutatni. Hát sajnos nem látszott az összehasonlítás, csak egy pillanatra, na talán így most látszik végre, így van. Egy embernek sikerült eltalálnia a helyes választ, ugyanis meglepő módon 7 kilogrammot fognak, akik kerékpárral kezdenek el járni, és hogy ez miért fontos nekünk, ezt is tudom számszerűsíteni, mert mindent lehet számszerűsíteni. Van egy ilyen csodás grafikon, hagyok egy kis időt, hogy megtaláljuk rajta Magyarországot, ugye az OECD országokban az elhízottság mértékét méri, és segítek, ne alulról kezdjük az ország keresését. Bizony negyedikek vagyunk, ez Európai Unió szinten első, minimum dobogós szintet szoktunk hozni az elmúlt 5-10 évben, de van, hogy az legelhízottabbak közé is fölkapaszkodunk, nagy nehezen, 30%-unknak ugyanis van egy kicsi túlsúly. Tehát egy év alatt 7 kiló azért ez ilyen covidos időszakban nem egy olyan rossz arány.
Ezt is még nagyon sokáig tudnám természetesen taglalni, hogy a szívünknek, az izomzatunknak, a vitálkapacitásunknak mennyire jót tesz a kerékpározás. De talán térjünk át a munkáltatói előnyökre, vagyis arra, hogy nem az egy, hanem a munkáltató számára milyen előnyökkel járhat a kerékpározás. Megint arra kérnék mindenkit, hogy picit aktivizálja magát, és próbáljuk meg azt eldönteni, hogy mitől jó egy munkahely. Következő, menjünk vissza a chatben található linkre, és mindenki szabad asszociációsan próbáljuk meg beírni, hogy mitől jó egy munkahely. Most felejtsük el ezt a képet, hogy ott van egy kerékpár, tehát nem kell összekötni a kerékpározással a munkahelyet, hanem úgy általában mi tesz jóvá egy munkahelyet önök szerint? Be lehet írni a szavakat, és elvileg kezdenek is megjelenni. Most ennek picivel több időt hagyok, hogy hagyjunk gondolkodni másokat is, és persze közben lehet visszatérni az előadás Zoom felületére, és nézni, hogy mindenféle szavakat írunk, és nagyon jókat. Próbálom én is közben olvasgatni. Rugalmasság, jófej munkatársak, kellemes légkör, elismerős adó munkahely, kezelhető stressz, kellemes légkörrel együtt, családbarát is van, nagyon jók. Nézzük meg tehát, még egy picit hagyok, hogy vajon ezekhez a fogalmakhoz hozzá tud-e járulni a kerékpározás, vagy mivel tud hozzájárulni a kerékpározás? De azt sokan tudják, hogy nehéz munkaerőt találni, és nehéz őket megtartani. Ezen a szlájdon azt láthatjuk, hogy egy felmérést követően a PricewaterhouseCoopers számára az derült ki, hogy a legnehezebb dolog egy munkáltató számára megtartani és megtalálni a munkavállalóit. A hazai vállalatvezető 92%-a a növekedés legfőbb akadályaként azt adta meg, hogy nincs elég jó ember, akit föl tudjon venni. Az, hogy a legjobban azokon a helyeken teljesítenek jól a munkavállalók, ahol jól érzik magukat, ahol inspiratív, hasznos munkát tudnak végezni, ezt sok cég felismerte, és a mai helyzetekben az új dolgozókra próbálnak meg valamiféle stratégiát kialakítani, az új dolgozókat, a leendő munkavállalóikat próbálják meg elérni, és ezt ma már nem biztos, hogy elég megfelelő kafetériával. Ez nem biztos, hogy versenyképessé tud tenni egy céget, hogyha csak egy megfelelő kafetériát találunk. Jó üzleti stratégiát össze kell kötni a munkavállalói értékajánlattal ahhoz, hogy olyan dolgozói élményhez tudjuk olyan dolgozói élményt tudjunk adni a munkavállalóinknak, ami miatt szívesen dolgoznak és maradnak is egy cégnél. Ugye röviden ezt nevezzük employer brandingnek, azaz munkáltatói márkaépítésnek. Azokon a munkahelyeken, ahol jól érzik magukat a munkavállalók, számszerűsítve kevesebb bérköltséggel számolhat egy munkaadó, és még nagyon fontos, hogy szinte 30%-kal, közel 30%-kal csökkenhet a fluktuáció, tehát könnyebb megtartani azt a munkavállalót, aki jól érzi magát. Arról persze nem is beszélve, hogy egy elégedett munkavállaló az valószínűleg jól végzi a munkát, ami elégedett ügyfelekhez vezet, és így hosszú távon egy jól menő vállalatot is eredményezhet. Hogyha a másik oldalról nézzük, tehát hogyha a munkavállaló oldaláról nézzük, hogy mitől jó egy munkahely, azt egy következő tavalyi Randstad kutatás tudja mutatni számunkra. Természetesen a bérezés az elsődleges kérdés. Most gyorsan vissza is nézek, hogy ezt írta-e valaki. Kíváncsi vagyok rá. Érdekes módon ezt senki nem írta, tehát úgy látszik, hogy a jelenlevők
akár ingyen is dolgoznának, hogyha jó a közösség azon a munkahelyen. Ilyen még nem volt eddig, de ennek nagyon örülök. Nyilván ezt mindenki valószínűleg azért nem írta, mert ez elsődleges, és ez teljesen természetes, hogy valamennyire azért jól legyen megfizetve az ember. De amit talán kevesebben tudnak, hogy bizony a munkavállalók számára is a kellemes munkahelyi légkör a második ebben a felvérésben. Tehát igazán fontos az, hogy jól érezzék magukat a munkahelyen. És ehhez hogyan tud hozzájárulni a kerékpár? Hát úgy, hogy stresszmentessé tudja tenni a munkahelyet. Egy kanadai felmérés során arra voltak kíváncsi, hogy az éppen munkába érkezők hogyan érzik magukat. Megmérték a stressz szintjüket. Volt olyan, aki kerékpárral érkezett, volt olyan, aki tömegközlekedés, és volt, aki autóval, és természetesen, hiszen egy ilyen előadáson vagyunk, a kerékpárral érkezőknek volt magasan a legalacsonyabb, ha szabad ilyen paradoxonnal élnem, a stressz szintje. Egy jól induló nap pedig nyilvánvalóan hozzájárul egy hasznos és jól működő munkanap eléréséhez is. Ezt aki az előadást most hallgatja, és itt van velünk, és saját maga is kerékpározik, az tényleg szerintem meg tudja erősíteni, hogy mennyivel más érzés kerékpárral megérkezve, fittel, kiszellőzött fejjel, ahogy valaki ezt írta is az elején a munkahelyére, mint hogyha éppen dugóban kellene ülni. Ami nagyon jó a kerékpározásban, hogy egy cégnek szinte valamennyi szegmensébe beilleszthető a kerékpározás, pár mint program, vagy mint cél. Legyen szó marketingről, fenntarthatósági programról, társadalmi felelősségről, vállalásról, CSR-ról, vagy akár családi és sportnapokról. Tehát tényleg, hogyha ezeket a fogalmakat, és csak egy párat próbáltunk itt összeszedni, megnézni az ember, akkor ezekben mind-mind nagyon jól beilleszthető egy bringa, vagy a bringával közlekedés a munkahelyre. És ez egyre fontosabb nem csak a munkavállalók, hanem az ügyfelek számára is. Egyre többen elsődlegesen a fiatal munkavállalók és ügyfelek között jobban odafigyelnek a fenntarthatóságra. Egy szintén nemrégi 2019-es PricewaterhouseCoopers nemzetközi tanulmány során azt mérték meg, hogy szinte az emberek fele odafigyel arra, hogy egy adott vállalat, akit ő vásárol, az mennyire fenntartható, és próbáltam kékkel bejelölni alulról a harmadik részt, hogy szinte az egyharmaduk számára fontos az, hogy hogyan is közlekednek, fenntartható módon közlekedjenek. És ugye ez egy nemzetközi felmérés volt, de Magyarországon hasonló számokat találunk, tehát 30-40% az, aki számára fontos, hogy az a cég, ahol dolgozik, vagy akitől ő termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol, az fenntartható módon működjön. Természetesen nem kell hangsúlyoznom, hogy az egészség és a fitséget a munkáltató is mérheti. Ugye azt már tudjuk, hogy az egyén számára milyen pozitív hatásokkal jár a kerékpározás, de vajon ez hogyan számszerűsíthető egy munkáltató, egy cég számára? Hát bizony így, 1,3 nappal kevesebbet betegek azok, akik kerékpárra járnak munkába. Minél többet kerékpározik valaki, ez a szám annál nagyobb. Ugye ez 1,3 nap, ez egy átlag ember számára nem jelent túl sokat, de hogyha ezt úgy próbáljuk megnézni, hogy egy 100 fős cég esetén ez bizony 130 nap betegszabadsággal kevesebbet jelent, azért ez már eléggé jó arány. A kezdetben az a 600 ezer forint, amit mi kidobunk az ablakon légszennyezettségre elköltve feleslegesen, szerintem ennél bőven többet tud visszahozni egy ilyen nagy cégnél az, hogyha többen kerékpároznak, és gondoljanak benne, hogy van egy versenytársuk, hasonló méretű, hasonló profilú cég, tegyük föl, hogy náluk mindenki kerékpározik, a mi cégünknél meg senki, akkor azért bizony versenyelőnyhez tudja juttatni a céget is, hogyha kevesebbet betegek az emberek. Nézzük meg tehát azt, hogy honnan járnak dolgozni a munkavállalóik. Elgondolkodtak-e valaha, hogy Kecskemét környékén, vagy környékéről honnan pontosan járnak a dolgozóik. Azt tudjuk, hogy gyalog rövidebb távokat tudunk megtenni akár 10 perc alatt. Itt ezen a dián azt láthatjuk, hogy akár elektromos kerékpárral körülbelül 40 négyzetkilométernyi területet tudunk lefegni 10 perc alatt. Ez Kecskemétre vetítve mutatom, hogy néz neki.
egy tetszőleges belvárosi, most éppen a Katona József Színháztól elérve, hogyha megnézzük, akkor szinte a Mercedes gyárig el lehet jutni, egy picit jobban látszódjon az egész, tehát szinte teljes Kecskemét belső területi körúton belüli részeit elérjük 10 perc kényelmes kerékpározással, arról nem beszélve, hogy mondjuk elég luxus, hogyha valaki csak 10 percet közlekedik, azért van, aki mondjuk fél órát is rászáll a közlekedésére, és ezzel bőven sokkal több területet tudnánk lefedni Kecskeméten is a munkába járáshoz. Jó, nem haladhatunk el anélkül a munkáltatói előnyök mellett, hogy ne beszéljünk a piszkos anyagiakról. Jelen pillanatban kormányzati támogatás a kerékpárral járása még nincsen, de a KPMG-vel közösen a Magyar Kerékpáros Klub már beadott egy nagyon részletes javaslatcsomagot arra, hogy hogyan is lehetne például dotálni a kilométer arányban vagy kerékpárokkal a munkába járást. Ezen a szlájdon az látható, hogy a per pillanat ebben az évben milyen módon lehet kerékpárt juttatni a dolgozóknak, de jövőre elképzelhető, hogy változások lesznek. Kijött egy új pályázat, hogy cégek és magánszemélyek is vásárolhatnak elektromos teherbringát például, illetve hogy a kafetériába is beemelhető lesz majd a kerékpárhoz hozzájuttatása a munkavállalóknak, és nem lesz kötelező szigorúan munkába, tehát munkaeszközként használni ezt a kerékpárt. A jelen levő vendégek között is van olyan, aki már vásárolt a munkavállalóik számára kerékpárt, és talán ezt lehet még tovább fejleszteni. Ha már itt arról beszélek, hogy jelen levők kerékpárokat vásároltak, akkor nézzük is meg, hogy konkrétan milyen példákkal tudnánk szolgálni mások számára. A helyi kecskeméti cégek közül hármat kértünk föl arra, hogy egy picit részletesebben beszéljen arról, hogy mit is jelent számukra a kerékpározás, mivel járultak hozzá, és milyen terveik vannak a kerékpározással. Elsőként Nagy Gábort szeretném felkérni arra, hogy a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. Képviseletében, illetve a Kick for Kft. Képviseletében beszéljen arról, hogy ők milyen fejlesztésekkel tudnak hozzájárulni a kerékpározáshoz. Kedves Gábor, öné a szó. Nagy tisztelettel, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. És a Kick for Kft. Nevében. Nagy Gábor Tibor vagyok, a két társaságnak az ügyvezetője, és egy nagyon-nagyon rövid blokk jutott részemre, úgyhogy nagyon gyorsan próbálom azt a sok mindent összefoglalni, ami ehhez a témához szorosan tartozhat. Az első szlájdon néhány olyan fejlesztésről próbáltunk képeket keresni, amin láthatóak azok a fejlesztések, amit a kerékpáros barát, illetve a kerékpáros infrastruktúra fejlesztéshez szorosan kapcsolódnak. Így több olyan kerékpár út a közelmúltban, illetve a jelenlegi folyómunkák között található, amelyeknek a fejlesztése már megtörtént, illetve a fejlesztése folyamatban van. Szeretnék egy kicsit az előttem szólókhoz, Barna Imréhez is szólni, illetve elmondani azt az észrevételt, amit teljes mértékben osztani tudunk, hogy ezek a bizonyos vagy hivatásforgalmi, vagy turisztikai kerékpárutakon a forgalmat mi is úgy látjuk, hogy egyre inkább nő. És még egy izgalmas helyszínt tudnék ehhez sorolni, ez nem más, mint a Városföldi Kerékpárút, ahol gyakorlatilag a déli partterülettől Városföld irányába több kilométer hosszan épült ki a kerékpárút, ahol bizony a hétvégi napokon több olyan csapatot lehet látni, akik szívesen kerékpároznak arra. Szeretném azt is elmondani, hogy Kecskemét városa elindított egy programot, Kecskemét 4.0 program, amelyet a presztep.hu weboldalon érhetnek el, ahol különböző fejlesztésekkel, infrastruktúrális szolgáltatás fejlesztésekkel is foglalkozunk. Ezen belül kiemelt feladat a kerékpáros közlekedés fejlesztése. Mindenkinek tudom javasolni, hogyha esetlegesen ötletek lesznek a jövőben, keressék fel ezt a felületet, akár engem is, és tudunk a különböző ötletekről, akár megvalósításokról beszélni. Annyit például a Presztep programban már a jövőben szeretnénk ez a hivatásforgalmi, illetve különböző
rekreációs célú kerékpározásokhoz hozzátenni, amelyek például a kerékpárosoknak esetleges egy plusz lehetőséget biztosítanak, tehát pihenőpadokat, akár hulladékgyűjtő szigeteket, több kilométer hosszan tartó kerékpárutak mellett, akár ivókutat kiépíteni. A diákon próbáltunk egy érdekességet még megjeleníteni, ez arról a harmadikon látható, amúgy is a Kecskeméti Modern Iskola kerékpártárolója látható. Kecskemét Kodály városa, így számunkra egy nagyon-nagyon fontos szempont volt, hogy próbáljunk a Kecskemét kártya program segítségével a Kodály iskolának példát adni, illetve mindenkinek példát mutatni, ugyanis ma már a Kecskeméti Kodály iskolába a menza kártyával, ami a Kecskemét kártya része, lehet a kerékpártárolót biztonságosan minden diák, minden pedagógus, illetve ott dolgozó részére elérni. A következő dián, amit hoztunk, különböző olyan tárolási megoldásokat mutatunk be, amit már korábban ismertek is, és megpróbáltunk annak megfelelően a P-támaszokkal, különböző projektekkel megjelenni, amelyeket tudjuk nagyon jól, hogy érdemes, illetve szakszerűen telepíthetőek ezek a projektjeinkben. Kiemelt helyszín a Benkó Zoltán Szabadidő Központ, ahol a biztonságos kerékpár tárolás egy őrzött és fedett területen helyezkedik el, illetve a felső kép a Kecskeméti vasút pályaudvar környezetét mutatja, ahova is bizony most már több tucat kerékpárt lehet elhelyezni. Természetesen becsempésztünk egy diát arról is, hogy milyen terveink vannak ezen a területen, a biztonságos kerékpár tárolásnak a lehetőségét folyamatosan kutatjuk Városfejlesztő Kft.-nél is, illetve a Kecskemét 4.0 programunk belül. Nem titkolt szándékunk esetleg a Kecskemét kártyával egy olyan rendszert létrehozni, amiben ezt az okos parkolási lehetőséget a jövőben ki tudjuk építeni. És aztán már látunk egy diát a bizonyos zöldvárosi homokbányai programunkról, amit a közelmúltban fejeztünk be. Erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, mind a város, mind a Városfejlesztő Kft. Oldaláról. A homokbánya városnegyed több éven keresztül egy fagyatló sorban lévő területrész volt, amelyet 2014 óta egy elég intenzív fejlesztési hullám ért el, így egy zöldváros homokbánya projektet megfogalmazva hoztuk létre azt a Ringa Parkot, amelyet teljes mértékben infrastruktúrálisan már el is készítettünk. Itt látható az a látványterv, amelyben egy barna mezős beruházás történt, tehát egy meglévő régi épület felújításáról van szó, illetve mellette egy 15.000 négyzetméteres zöld terület alakult ki, amelyben a Kressz Parktól kezdve a skateparkig, pumptrack pályáig nagyon-nagyon sok lehetőség, a rekreáció eltöltésére szolgáló lehetőség megtalálható. Maga a Bringa Park pedig tartalmaz egy kerékpár szerviz lehetőséget, egy nevezett Bike and Café kialakításával. Ez most éppen az üzemeltetésre adás fázisában tart, nagyon bízunk benne, hogy mi hamarabb nagyon pezsgő, élő város negyed, a kerékpározási kultúrát erősítő negyed alakul majd ezen a területen is tovább. A következő, és azt mondom, hogy egyben a záró diánkon pedig a jelen és a jövőt bemutató cégeket, a Városfejlesztő Kft., illetve a Kikfor Kft.-t érintő fejlesztést, illetve fejlesztéseket szeretném nagyon röviden ismertetni. A Cifrapalota előtt található egy pedelekes kerékpár, amire külön büszke vagyok, hiszen a Városfejlesztő Kft.-nél anyagi okok miatt nem céges autót, hanem elsősorban kerékpárt vásároltunk, és most már bebizonyosodott, hogy ez nem csak anyagi, hanem az egészség megőrzése szempontjából is, illetve egyéb szempontokból is egy nagyon-nagyon jó döntés volt. A cégünknél ma 30%-a a munkavállalóknak napi szinten munkába járás kerékpárral, illetve a munka közi különböző helyszínekre való eljutást kerékpárral teszik.
A Kickford RT-nél szintén elmondhatom, hogy a múlt hónapban egy újabb kerékpár beszerzésére kerül sor, és az a jobboldali dia pedig azt a víziót mutatja, ami a Csányi János körút 14 szám alatti székházunk homlokzatának a jövőbeni terve. Senkit ne tévesszem meg, biztos, hogy nem így fog kinézni, ez csak csupán egy vízió arról, hogy a koncepciónk az lenne, hogy egy picit megnyitnánk a Kickford irodaházát a közönség felé, és nem csak a munkavállalóknak, hanem gyakorlatilag az itt elhaladók részére is egy biztonságosabb kerékpár tárolási, illetve különböző szolgáltatást nyújtó kisebb beruházást hajlanánk végezni. Például ingyen levegőt tudnánk biztosítani, vagy esetlegesen egy kerékpáros kittet, szerszámjavító kittet biztosítunk a rászorulók részére, és szeretnénk ezzel egy picit a lakosság felé a kerékpár használatát is népszerűsíteni. Azt gondolom, hogy az 5 percben sajnos csak ennyi fér bele, nagyon-nagyon nyitottak vagyunk erre a gondolkodásmódra. Én az elérhetőségemet, hogyha Áron János már megkérdettem, mindenképpen szeretném a Kickford RT-nél, illetve a Városfejlesztő RT-nél megadni, népszerűsíteni. Csak bármilyen kérdés lenne a témával kapcsolatban, állunk rendelkezésre, és nagyon szeretnénk, hogyha bizalommal keresnének bennünket is a Kecskeméti szervezet részéről is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Nagy Gábornak is. Nagyon jó volt látni azt, hogy akár Budapestről nézve, én budapesti lakos vagyok, szinte futurisztikus dolgokat láthatok, én ebben bíztam. Én Délalföldön, amikor vagyok Szegeden vagy Kecskeméten, akkor néha pislogok arra, hogy milyen kerékpáros kultúra van ott. Itt azért azt gondolom, hogy elég jól megmutatott egy tényleg 21. századi bringa park, egy saját céges elektromos bringa beszerzése, és az, hogy a munkavállalói 30%-a kerékpárra jár, ez tényleg már szinte a jövő számomra, de örülök, hogy Kecskeméten ez a jelen. Nézzük meg akkor, hogy milyen jelen van még Kecskeméten. Szeretném felkérni Orosz Marinát, hogy ő is mutassa be, hogy náluk a kerékpározás mit jelent a Levesem bárnál. Marina, tiéd a szó. Ha itt vagy. Le vagy némítva szerintem. Még mindig le vagy némítva. Picit. Most. Igen, most jó. Köszönjük szépen. Üdvözlök mindenkit, Orosz Marina vagyok Kecskemétről. A férjemmel Tasz Zoltánnal találtuk ki, és nyitottuk meg a Levesem néven működő levesbárunkat 9 évvel ezelőtt, 2012-ben. Jelenleg 10 dolgozunk benne. Mikor elérkezettnek láttuk az időt, 2014 tájékán, hogy házhoz is szállítsunk, ragaszkodtunk a bringás házhoz szállításhoz. Fontosnak tartottuk, mivel az egyik legkörnyezetkímélőbb módja az étel célba juttatásának. Praktikussági szempontok alapján is nyert ez a szállítási forma, mivel Kecskeméten nagyon sok a körút, így autóval való mozgás lassabb, és körülbelül egy másfél-két kilométeres sugarú kört nézve a bringázás abszolút gyorsabb a levesbárunktól. A parkolás nehézségéről persze ne is beszéljünk, mert így autóval ez elég a városban. Kezdetben a nyári többen jelentkeztek, de ez a tél beálltával csökkent. Ilyenkor sokszor volt munkaerőhiányunk bringás futárokból, így ezekben az időszakokban az autós futárokkal kellett megoldanunk ezt a hiányt. De a kemény maggal viszont évekig tekertünk együtt, sokszor mi is a férjembe beállva. Az árubeszerzést viszont a mai napig rendszeresen nagykosaras bringákkal oldjuk meg, és a 3 kisgyermekünk is rendszeresen teker velünk, akár utánfutós megoldással is. Ugye a Covid érkezésével sajnos a bringás futárkozást szüneteltetni kényszerültünk emberhiány miatt, így most autóval tudjuk megoldani a házhoz szállítást, de tervén között szerepel ennek visszaélesztése. Annak idején mérlegeltünk vajon, hogyan érné meg jobban a kiszállítást. Anyagilag, ha az ember megfelelő bérezést szeretne nyújtani, őszinte leszek, akkor minden, hogy költséges. Itt inkább az emberi oldalát nézve olyanokat is tudtunk foglalkoztatni, akiknek nincsen jogosítványuk, autójuk, hátrányosabb helyzetből érkeztek.
Sok esetben még, ha rövid is volt a munkaidő, tehát nem egész napos munkára tudtunk, munkaidőt tudtunk biztosítani, csak pár órákat is, tudtuk, hogy csak mi adunk nekik sok esetben munkát, és étkezét máshol nem tudtak elhelyezkedni. Úgyhogy ha összességében nézem, praktikus, mobil, gyors, tehát minden, hogy ha összevetve nézzük, a bringások a nyerők. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm, hogy meghallgattatok. Én is köszönöm szépen, és csak egyetérteni tudunk minden szavával, és végre egy tök jó példa arra, hogy tényleg a társadalmi mobilitás eszköze is lehet, hogy hátrányosabb helyzetben lévők is tudnak kerékpározni, sőt, kerékpárral dolgozni. És végül, de nem utolsó sorban, a VT Veres Kft. Képviseletében szeretném felkérni Fejes Esztert, hogy ő is mutassa be, hogy náluk mit jelent, és hogy néz ki a kerékpározás. Üdvözlök mindenkit, és köszönjük a lehetőséget, hogy mi is bemutathatjuk magunkat. A Kecskeméti VT Veres Kft. Igazából az energiaipari szektorban lát el műszaki szolgáltatói tevékenységet. A munkánkból kifolyólag szükség van gépjárművek fenntartására, ugyanis az egész országot lefedő tevékenységünkkel kénytelenek vagyunk autókat is ugye igénybe venni, viszont a munkavállalóink számára a kerékpárflottát hoztunk létre, amelyet a jövőben folyamatosan igyekszünk majd tovább bővíteni. Tehát jelenleg legalább 6 kerékpár van, amit folyamatosan használnak a munkavállalóink. Ezek megbízható, de nem feltűnő kétkerekűek, ezért bátran ott lehet őket hagyni a éjszakára a város különböző pontjain, és a szágvizelésüket pedig a benzinkútból átalakított kecskerékpár üzlet vállalta magára, ami azért is nagyon jó, mert ott hagyhatjuk a bejcetőt mondjuk éjszakára, és ott néha meg is tudják oldani a szervizelést abban a rövid időben, amíg ott le van zárva. Tehát, hogy ez is nagyon kényelmes számunkra. Ezen a képen is igazából a bringázó munkatársak látszanak, kevés. Tehát lemaradt róla igazából pár kolléga, de nagyon nehéz úgy elkapni egy képet, hogy tényleg mindenki lencse végre kapható legyen. Szerintem a következő ilyen. Igen, tehát hogy tényleg többen járunk biciklivel ki a szolnoki hegyi telephelyünkre, ami azért kihívásokkal teli, mert a szolnoki hegyre vezető bicikliút az nem a legjobb állapotban lévő, ezért a kerékpárok azok rendszeres szervizelésre is szorulnak. Ennek is köszönhető egyébként, hogy ekkora flottánk van, hogy a munkatársak nem csak 6 vagy 17, hanem akár 40 kilométeres távolságról is be tudnak tekerni a munkahelyünkre. Van egy félegyházi kollégánk, aki rendszeresen biciklivel jön, és veszi igénybe, ahogy itt a térképen is látszódik, a városföldtől kialakított kerékpárutat, ami biztosítja számára, hogy biztonságosan tud közlekedni. A bringázó munkába kezdeményezésben még a legeslegelején csatlakoztunk, és rengeteg kilométert gyűjtött a cégünk a kampány kezdete óta, valamint a kerékpározással kapcsolatos híreket azt levelező listánkon nem csak a kollégákkal, hanem a családtagjaikkal és barátainkkal is meg tudjuk osztani. Úgyhogy ez is része a rendszeres céges leveleknek, valamint alapító támogatói vagyunk a székkihívás kerékpáros teljesítménytúrának, amit én is említett korábban, és a támogatóként szoktunk a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti területe szervezete által megvalósított túrasorozat résztvevői nyeremény sorsolásához minden évben egy-egy kerékpárral hozzájárulni. Itt a képen például az egyik nyertes látható, aki ezt a biciklit át tudta venni. A szép kihívásról még annyit mondanék, hogy tényleg várunk minden csatlakozót, hogy regisztráljanak, mert ehhez még, erre még lehetőségük van, és ugye családdal is lehet jönni, vagy cégként is lehet regisztrálni. Jó lenne, hogyha minél többen tudnák képviseltetni magukat ezen a Kecskemét körüli alföldi Balaton körön. A telephelyfejlesztésnél igénybe vesszük a kerékpáros igényeket is. Jelenleg folyik egy épületfejlesztési
program. Ki fog alakulni a jelenleg felépített csarnoképület és a régebbi irodaház között egy olyan épületrész, amiben lesz végre vizes blokk is. És akkor így azt az akadályt is el tudjuk hárítani, ami nagyon sokszor kifogása a biciklivel munkába járás ellen, hogy tök jó lenne, hogyha az ember le tudna zuhanyozni, amikor 34 fokban beesett a munkahelyére, és ki se látszik az üzletságból. Úgyhogy ezt is igyekszünk így kerékpárbarát hozzáállással fejleszteni. És szerintem röviden ennyit gondoltunk elmondani ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Eszternek, és az eddigi megszólalóknak is. Nagyon jó volt azt is látni, főleg itt a legutolsó diákon, hogy mennyiféle módon lehet támogatni a kerékpározást. Most már időszűkében az utolsó részünkhöz érkeztünk, ahol konkrét tanácsokat szeretnénk adni, hogy hogyan is érdemes elkezdeni bringa barátabbá tenni a munkahelyet, és azért utaltam vissza, mert nagyon sok dolog ezek közül majd vissza fog köszönni. Ami az talán a legfontosabb, hogy beszéljünk róla. Tehát az, hogy megjelenjen a kerékpározás, akár a nyilvánosság felé, például a reklámokban, amiről Áron is beszélt, vagy hirdetésekben, de már a belsős körlevelekben is, ahol például a VT Veres Kft-nél is szoktak bringás hírekről egyszerűen csak hírt adni, vagy bringás eseményekről hírt adni, de ugyanígy meg lehet jelenni céges képviselettel, akár a szép kihíváson, akár kerékpáros klubos bringás uzsonnákon, különböző kerékpár versenyeken is. Vannak olyan cégek, akik például befizetik a munkavállalóikat különböző magyarországi kerékpárversenyekre. Egyszerűen jelenjen meg a kerékpározás. Ez egy apróság, gyakran nem is kerül semmibe. Egy plakát kihelyezése például a munkahelyen szerintem filléres költség. Picit nagyobb költség lehet akár, de jótékony is. Jó helye van ennek a pénznek, hogyha például ezeket a rendezvényeket, ahogy az előttem szólók is támogatják pénzzel is. Itt ugye a különböző autómentes napi fotókat láthatjuk, amit már említettünk, bringás uzsonnák is vannak évente a Magyar Kerékpáros Klub szervezésében, ezeket is lehet csatlakozni vagy támogatni. Nem kerül semmibe, ezt mondtam már, például az sem, hogy bringás útvonalterveket adjunk a munkavállalóink kezébe. Hogyha valaki például a Mercedesnél dolgozik, és a város másik oldalán lakik, és szeretne eljutni, biztonságosan nem tudja, hogy hogyan tegye meg ezt, akkor lehet neki segíteni, különböző applikációk vannak erre, lehet megkérni egy tapasztalt kerékpáros például, hogy kísérje ő a munkahelybe első körben. De a lehetővé tétel nagyon fontos eleme az, hogy ezek a cégek, az itt jelenlevők is, például a Kecskeméti Városfejlesztőkkel együtt lobbizzanak különböző kerékpáros infrastruktúrákért. Hogyha úgy érzik, hogy a környékükön, az ipari parkukhoz, vagy a székhelyükhöz jó lenne egy kerékpárút, akkor esetleg próbáljanak meg beszélni a Magyar Kerékpáros Klub Kecskeméti tagszervezetével, együtt közösen próbálják fölvenni a kapcsolatot a városfejlesztőkkel, és lehet, hogy nem is olyan bonyolult egy ilyet elérni. Tapasztaltunk ilyet már több más vidéki városban is, hogy egy-egy cég összeállva a többekkel és a kerékpáros klubbal néhány éven belül tető alá hozott egy kerékpáros infrastruktúrát. Beszéltünk arról, hogy kerékpárokat be lehet szerezni, lehet ezeket leasingelni, bérelni, saját kerékpárt is a munkavállalók számára is most már majd jövőre lehet kerékpárokat vásárolni, és ne felejtsük el, elektromos kerékpárokkal is sokkal nagyobb a hatótávolság. Az, hogy vannak ingyenes rendezvények, ezekről is jó hírt adni, hiszen ezek nem kerülnek semmibe, a plakátok kihelyezéséről már beszéltünk, de nagyon fontos itt a dia jobb oldalon látszik, hogy például nem egy óriási beruházás, kerékpár támaszok létesítése, egy ilyen ötállásos kerékpár támasz, ami megfelelő minőségű, tehát használható valóban, ennek a kihelyezése körülbelül 150 000 forintba kerül anyaggal, munkaköltséggel együtt, és hogyha elosztjuk azt, hogy ez 10 kerékpár tárolására
távolását oldja meg akár 10 éven keresztül, akkor azt gondolom, hogy ez egy elég jó befektetés. És látványos is, ahogy a Imre is, Barna Imre is mondta, meg kell előlegezni ezeket a beruházásokat. Nem feltétlenül azt kell nézni, hogy jelen pillanatban a cégnél, nem tudom, 5 ember kerékpározik, hanem adjuk meg azt a 10 állásos kerékpártámaszt, és én biztos vagyok benne, hogy hónapokon belül, vagy akár egy éven belül, de hogy meg fog telni ez a támasz. Lehet céges bebiciklizéseket helyi tagszervezettel fölvenni a kapcsolatot, hogy hogyan kerékpározzanak az adott helyszínen vagy a környéken, Kecskemétet hogyan lehet a legjobban bebringázni, ebben is tud segíteni a kerékpáros klub. Nagyon fontos, hogy a munkáltató példát mutasson. Erre is volt már példa, hogy megszólalók között, hogy saját maguk is kerékpároznak. Nincs annál jobb cégér szerintem, hogyha egy vezető néha kerékpárra ül, nem kell feltétlenül minden nap azzal járni, de hogyha egyszer-egyszer kerékpáron látják, akár az ügyfelek, akár a munkavállalók, az egy elég jó reklám a cégnek, és bizony ki lehet tűnni, ahogy a Levesen Bár is kerékpárral szállít, ez manapság kitűnik a forgalomból. Az, hogy autóval szállítunk dolgokat, ez eléggé mindennapi, az, hogy kerékpárral teszi meg mindezt, hogy kerékpárral jár valaki a munkahelyére, az kitűnik, és ez egy jó üzenet az ügyfeleknek, és akár a konkurenciának is. És végül, de nem utolsó sorban itt vagyunk, a kerékpáros klub segít, terveket tud véleményezni, javaslatokat tud adni, nem csak össze tudja kötni az önkormányzatot a cégekkel, hanem az átlagemberhez is el tud jutni, kommunikációs szakmai, műszaki tanácsadást is tudunk nyújtani, és egy nagyon fontos dolog, amit talán kevesen ismernek, a Kerékpáros Klubnak a Kisokos című kiadványa, erről már volt egy kép, ez nyomtatott formában is létezik, de az interneten, itt ezen az oldalon elérhető gyakorlati hasznos tanácsokkal van tele, és akár például egy körlevélbe lehet onnan ollózni tanácsokat. Időszűkében azt gondolom, hogy most legyen itt vége magának a webinárnak az általam is, illetve az általunk előadott részének, és akkor következzen az a rész, hogy kérdéseket és válaszokat próbáljunk meg egymásnak feltenni és egymásnak adni. Én ehhez megnyitom a csetet, mert talán oda gyűlnek majd kérdések. Kérdezem, hogy gyorsan átfutom, hogy volt-e eddig valamilyen kérdés. Talán Fejes Eszter a Presteppet kérdezte annó, amit én beírtam, de ha nem, akkor nyugodtan igen, azt kérdezte, tehát presteppe.hu-nál lehet megnézni. És nagyjából beszélve már telefonon, ő korábban is feltette ezt az eléggé fontos kérdést, nem tudom, hogy Áronék tudnak ebben már valami biztosat, vagy több információt, hogy céges kerékpár beszerzéséhez lesznek-e, vagy vannak-e pályázati lehetőségek. Várok egy kicsit, de hogyha nincs, akkor én azt ígértem meg, hogy ennek utána nézünk. Ugye a magánszemélyeknek volt elektromos kerékpár támogatás, valószínűleg szeptembertől fogják majd bejelenteni a teherkerékpárokra hasonló támogatás, szintén alapvetően magánszemélyek számára, és ugye ezt említettem, hogy jövőre a kafetéria rendszerben valószínűleg céges támogatást lehet kérni majd vagy adókedvezményt. Adómentes lesz a céges kerékpár jövőre, és jövőre fog elindulni az elektromos kerékpárok támogatási rendszeréhez hasonlóan a cégeknek szóló teherkerékpárvásárlási támogatás, elektromos teherkerékpárvásárlási támogatás. Erről is lehet a kerékpáros.hu oldalon olvasni, de majd szerintem ki fogjunk küldeni egy e-mailt, amiben a prezentáció is benne lesz, meg ilyen hasznos linkek. Van a bringazamunkava.hu oldalon cikk a jelenlegi adószabályozásokról egyébként, és az elektromos teherkerékpár vásárlási támogatás pályázatát pedig szeptemberre ígérték, hogy akkor írják majd ki, de ennek a pontos feltételeiről lehet kerékpáros.hu oldalon olvasni majd. Itt direkt azt akarják, hogy cégek tudjanak olyan flottát felépíteni maguknak, ami láthatóvá teszi az elektromos kerékpárt, mint egy megoldási lehetőséget a településen belüli szállításban. Egyébként, aki szeretne még kérdezni, nem kell feltétlenül a chatben, nyugodtan lehet hanggal, képpel, arccal is kérdezni, de természetesen a chatben is, hogyha valaki le akar írni, akkor igyekszünk azokra is válaszolni.
Nekem lehet, lenne egy olyan kérdésem, az ilyen hangos gondolkodás inkább, hogy most megnéztem a Prestep-nek az oldalát, de hogy hol lehet például jelezni a nagyon kieső kerékpárutakat, amik valamilyen szinten így minden fejlesztésből kiszorulnak, viszont nagyon rájuk férne a felújítás. Tehát, hogy erre vajon a Prestep-nek az oldala alkalmas, vagy tényleg inkább egy más felületet kell keresni, és a városvezetést direktben megcélozni? Ez egy hangos kérdés, tehát nem konkrétan vagyok benne biztos, hogy bárki tud erre válaszolni. Szerintem egy nagyon jó kérdés. Imre esetleg, mint területi szervezetünk tagja. Igazából, mert látom, hogy a Gábor, Nagy Gábor is szólásra jelentkezett, mindjárt átadom neki a szót. Nálunk egyébként nyugodtan lehet jelezni, sőt, így zárójelben mondom, hogy ugyan nem létező kerékpárút, és pont ez a probléma, hogy nincs ott kerékpárút, több jelzés érkezett felénk már a Könyves Kálmán körúttal kapcsolatban, ahol a Mercedeshez például rengeteg munkavállaló szeretne kerékpárral eljutni, de hát nincs semmilyen infrastruktúra a számukra. Úgyhogy ez ügyben egyébként mi például az itt jelenlévő Vaszkó Gergővel is föl fogjuk majd venni a kapcsolatot, meg a helyi képviselőkkel is, és megpróbálni hatni a városra, hogy minél hamarabb tűzze napirendre ezt a kérdést, mert egyelőre csak annyit tudunk róla, hogy elképzelései vannak a városnak ezzel kapcsolatban, de nincs ütemezve, és igazából azért tényleg egy sürgető probléma lenne. Ugyanaz a helyzet egyébként a már meglévő és állagott kerékpárutak felújítással kapcsolatban. Nyugodtan lehet jelezni felénk, és akkor én a Gábornak átadnám a szót, mert ő is mondani szeretne valamit ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! A Prestep.hu weboldalát már sikerült is már megtekinteni. Örülök, hogy akkor a hírrel is jutott már. Az én a Városi Szolgáltatás és Infrastruktúra munkacsoportnak vagyok a munkacsoport vezetője, és ha olyan kérdésről lenne szó, ahol még egyáltalán nincs ilyen infrastruktúra, és érdekes ezt megvizsgálni, én is nagyon szívesen fogadok ilyen jellegű kérdéseket. Természetesen a városnak is van egy mélyépítési beruházásokkal foglalkozó ága, divíziója, őket is direktben lehet megkeresni. Azt hiszem, hogy egy jó kommunikáció, ha elindul, akkor meg tudjuk ennek a kérdését együttesen már beszélni. Köszönöm szépen a válaszokat! További kérdések esetleg? Másoktól? Jó. Ha nincs, akkor remélem, hogy ez azért nincs, mert minden kérdésükre választ kaptak a jelenlevők, és ennek mi nagyon örülünk. Természetesen a Magyar Kerékpáros Klubot az előadás után is lehet keresni. Én azt gondolom, hogy egy elég jó filter és gyűjtőcsatorna lehet pont az ilyen igényekre, amit Eszter is kérdezett, hogy összegyűjtsék azokat a problémákat, hiányosságokat, amiket utána egy csomagban tudnak a városvezetés felé átadni, úgyhogy keressék nyugodtan a Kerékpáros Klubot, Imréjéket. Hogyha nincsen kérdés, ugye azt már talán megválaszolták, hogy ez az előadás föl fog kerülni a YouTube-ra, magát a prezit is meg lehet majd nézni, és meg lehet osztani, és valószínűleg ott is még lehet további kommunikációt folytatni arról, hogy mi jó, mi nem jó. Én nagyon szépen köszönöm akkor a megjelenteknek, az előadóknak a részvételt, az aktív részvételt. Tényleg nagyon jó volt ennyi fejlesztést és ennyi nyitottságot látni a kerékpározás irányába és egymás irányába, és itt, ahogy Nagy Gábor is megválaszolta Eszteri kérdését, azt gondolom, hogy egy nagyon jó együttműködés alapja lehet itt ez a mai webinár is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, jegyezzék meg mindenki, hogy a kerékpározás nem csak jó dolog, hanem tényleges stratégiai előny ma már a világban, úgyhogy ementén próbáljanak meg fejleszteni és bringabarátabbá tenni a munkahelyeiket. Köszönöm szépen, és cikket is írunk. Köszönöm a chatben Áron kiegészítését, még egy cikk is meg fog jelenni a bringazamunkába.hu-n. Tehát köszönöm szépen a megjelenteknek, és további szép napot, jó bringázást kívánok mindenkinek.
a bruttó összeget. Köszönjük szépen! Köszönjük! És akkor ők meg ugye csak tehát elfa nélkül fizették ki a tervezést, és akkor ez miatt azt meg ugye meg kell változtatnom ott a sort, hogy legyen rá elég pénz. Úgyhogy ezt a kettő dolgot csinálom most, de ugye ahhoz, hogy a... Üdvözlöm, Józsa! Az nekem nagyon jó lenne. Igen. Jó. Mindjárt.